gazdasági értékeket meg tudja fogni. Az önkormányzati államtitkár szerint a recesszió miatt kialakult 1 milliárd forintos iparűzési adóbevétel hiánya, és az előző városvezetésektől örökölt gazdasági helyzet indokolta azt, hogy az állam Székesfehérvár adósságának 70%-át vállalja át. A kormány eredeti terve az volt, hogy az adósság konszolidáció a tartozás 40%-át érinti. Jelentős a kieső iparűzési adóbevétel, közel 1 milliárd forint, és olyan kötelezettségei vannak, öröklött kötelezettségei a városnak, amelyek leterhelik, olykor már működés is veszélyeztető módon terhelik a város költségvetését, a Valánnak tartoznak, de más egyéb gazdasági ügyletekből is. De figyelembe vette a kormány azt is, hogy Székesfehérvár egy nagyon perspektívikusan fejlődő város, és ez nem törhet meg. Varga Tamás úgy véli, hogy a 9,5 milliárd forintra emelt adósság átvállalás a város elmúlt két évben megvalósított takarékos gazdálkodásának köszönhető. Az országgyűlési képviselő szerint ez a siker egész Székesfehérvár érdeme. Mindenki arra számított, hogy Székesfehérvár, amely az elmúlt két évben jól teljesített és fegyelmezetten gazdálkodott, a 40%-os kategóriába esik, és valóban Balogh Zoltán miniszter úr ezt az első ajánlatot hozta el nekünk Székesfehérvárra, de mi azt mondtuk, azt valljuk, hogy nincs előre elvesztett csata, maroknyian is győzhetünk. Székesfehérvár polgármestere azt mondja, a nemrégiben elfogadott költségvetésbe az emelt összegű adósság konszolidációt egyelőre nem építették be, de mint Cserpalkovics András fogalmaz, a szigorú gazdálkodás megtartásával mégis több forrás juthat fejlesztésekre. A városvezető szerint a felszabaduló pénzt a gazdaság élénkítésére, az utak korszerűsítésére, parkolóépítésre és az uniós pályázatok önrészére fordítják majd. Mindenképpen egy új fejlesztési programot is szeretnénk a közgyűléssel elfogadtatni, és még egyszer a takarékosság megőrzése és megtartása mellett elsősorban útfejlesztésekre, elsősorban a parkolók bővítésére fogjuk ezt a költséget fordítani, mivel azt gondoljuk, hogy jutni fog a rezsicsökkentés költségeinek a fedezetére is, és minden olyan fejlesztésre, amihez uniós forrást vettünk igénybe. A város lakóira lebontva az állam által most átvállalt adósság fejenként 96 ezer forintot jelent. A konszolidáció pontos részleteiről a kormány és a város június 28-áig állapodik meg.